Megújult környezetben kezdhetik a tanévet a veselényi kollégistái szeptembertől. Az épület korszerűsítése még zajlik. Homlokzati festés, nyílászáró csere és különböző beltéri munkálatok is folynak. Ezekre 237 millió forint állami támogatást kapott a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Nem csak a kollégium újul meg, saját forrásból a centrum több intézményét fejlesztik. 10 iskolánkban több tanterem, tornaterem, közösségi helyiség, nyílászáró, stb. Újul meg, és igazából ezt bízunk benne, hogy a következő évben sem fog elmaradni, sőt, abban is bízunk igazából, még az évben, még az év vége felé, hogyha tagjaink tudunk gazdálkodni, akkor ez az összeg tovább is növelhető. Több milliárd forintos pályázati forrásból további nagyszabású fejlesztéseket tervez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Pályáztunk egy nagyobb mérték energetikai felújításra, közel 3 milliárd forint értékben, ennek a jövőben lesz igazából vége és eredménye. És folyamatban van egy nagyobb állami beruházás, aminek 4,5 milliárd forint értékben kapott a centrum lehetőséget ennek a megvalósítására. Ez 3 iskolánkat érint, teljes külső és belső felújítást és informatika fejlesztést jelent. Fontos, a térség szakképzésében stratégiai jelentőségű beruházás kezdődik a közeljövőben. A 230 millió forintos fejlesztés szintén a Veselényi Miklós Technikumot érinti. Az intézmény infrastruktúrája vegyipari ágazati képzőközponttal bővül a következő tanévben.